Bencs Dánielnek hívnak, elsősorban festészettel foglalkozom, a Skurc művészeti csoport tagja vagyok, Népszigeten van műtermünk és kiállítóterünk. A Macska lépcső című festményemet választottam, ami a Macska geometrikus sorozatom új eleme. Ez a festmény olajfestékkel készült, egy négyzetes mintázattal rendelkező vászorra. A képen szereplő macskákkal igazából az egy macskára vezethető vissza, amivel Spanyolországban találkoztam évekkel ezelőtt, és ott az utcán lerajzoltam egy fekete macskát. Megtetszett ez a motívum, mert nagyon egyszerű, szinte csak egy színes folt, ezért különösen alkalmas arra, hogy többször megfessem, megismételjem, és egy mintázatot csináljak belőle. Maga a festmény is egy olyan vásznon van, ami eleve egy négyzetrácsos mintázattal rendelkezik, és nekem az volt a célom, hogy ezt a macskát, amit Spanyolországban láttam, azt ennek a négyzetrácsos mintának egy négyzetéhez tegyem hasonlóvá, hasonló szerepbe, úgy az ornamentikák világába helyezzem, kicsit a díszítő minták felé. Ennek a két mintázatnak a párbeszéde érdekelt, az néhány helyen ki is hangsúlyoztam, ahol ez a háttér négyzet minta visszajön a macskába. Engem az ismétlés érdekel ebben az egészben, hogy a mintázatokban egy ismétlődő ritmust fedezhetünk fel, és ennek egyfajta átlényegítő hatása van. Feloldódik benne a jelen esetben a macska, és elveszti az eredeti jelentését. Aztán, hogy mivé lényegül át, az már a következő lépés. Érdekes zenei asszociációkat szoktam ilyenkor felhozni, közben is egyébként monoton gyors zenét hallgatok, talán ennek köszönhető ez a darabolás. Hát elég gondolnunk a őskori dobos rituálékra, vagy például mantrák ismételgetésére, mondjuk, hogyha egy szót elkezdünk ismételgetni egészen addig, amíg már nem tudjuk, hol az eleje vagy a vége. Ezeken az asszociációkon túl ismétlés profánabb oldala is érdekel, tömegtermelés, csúnya szóval másolás, ezért egy kicsit ilyen játékos, poppos színvilágot kölcsönöztem a képnek, ami bennem a gyerekkori fakockák világát idézi.